Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Ansburgh Zoltán, a Republikon Intézet elemzője, és Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Tegnap Debrecenbe szervezett tüntetést Magyar Péter, rengetegen voltak ott is, és lesz még tüntetés, ugye ezt is tudjuk már közvetlenül a választások előtt 8-án, tehát egy nappal az EP és az önkormányzati választások előtt. Úgy tűnik, hogy nem lankad a figyelem egyelőre Magyar Péter körül, ezen a tüntetésen is nagyon-nagyon, a Debrecenben rég nem látott tömeg volt tegnap. Először a egy-egy véleménye tegnapi tüntetésről, aztán majd megyünk tovább. Hát én szerintem önmagában a debreceniek nagyon értékelték, hogy végre van olyan ellenzéki politikus, aki figyelemre méltatja Debrecen. De Debrecen olyan régóta egy fideszes fellegvárként van elkönyvelve, hogy a Magyar Péteren kívüli ellenzék már hosszú évek óta azt gondolom, hogy nem igazán veszi komolyan az ottani politikai küzdelmet. Természetesen létezik az ellenzék Debrecenben, és a Debrecen a jelentősége miatt nem hagyható figyelmen kívül. De az a szintű politikai megjelenés, amivel most Magyar Péter jelen volt a Kossuth téren Debrecenben, az azt hiszem, hogy az utóbbi évekre nem jellemző az ellenzék részéről. Téma lett volna, ott volt a debreceni akkumulátorgyár, ugye onnan indult tulajdonképpen egy ilyen nagyobb tiltakozási hullám. Így van, de aztán valahogy ezeket az ellenzéknek nem sikerült igazán megragadni, ezeket a momentumokat sem, vagy legalábbis ezek nem maradtak meg hosszú távon, és az a fajta tömegképzés, ami most Magyar Péternek nagyon látványosan sikerült, az valahogy elmaradt az utóbbi években. És hát úgy látszik, hogy ezt az akaratot, ezt a jelenlétet, amit ő szeretett volna ott megvalósítani, ezt a debreceni kormánykritikus választók értékelték is, hiszen jelen voltak nagyon nagy számban. Ja. Ugye mi azt látjuk a Nézőpont Intézetnél, már hónapokkal ezelőtt kimutattuk azt, hogy van egy ilyen rendszerváltó hangulat, egy nagyjából 20%-nyi választói tömeg, akik hát egy ilyen bizonytalan kategóriába voltak eddig besorolva, és ők azok, akik Magyar Péter mögé állhattak ebben a helyzetben. Tehát az a mozgósítás, amit egyébként Debrecenben is látunk, tehát azok az emberek, akik kimentek erre a tüntetésre, ők ebbe a körbe tartozhatnak, a rendszerváltó, az ellenzékváltó hangulatot megtestesítő emberek, választók közé, akik már nem elégedettek a DK-val, Momentummal, MSZP-vel, tőlük nem várnak semmilyen változást, csalódtak az ellenzéki pártokban, és ők eddig, amíg Magyar Péter meg nem jelent, egészen addig gyakorlatilag nem találták a helyüket, és őket tudta Magyar Péter most mozgósítani, őket vitte ki Debrecen utcájára, illetve Budapesten is azt láthattuk, és országszerte ez jellemző. Tehát Bocsánat, ti is azt mondjátok, amit tulajdonképpen majdnem az összes kutatás, most a Publikuszé volt a legfrissebb, hogy az ellenzéket szinte sikerült leváltani a Magyar Péternek, de a Fideszből nem harap ki túl nagyot, úgy tűnik. Hát, ezt látjuk, hogy a Fideszből alapvetően nem harap ki semennyit sem Magyar Péter, hanem tovább osztja a baloldalt, és ugye a DK-nak ezért nagyon nehéz a helyzete. Visszatérve Debrecenre egy pillanatra, tehát akik ott vannak, vélhetően ez egy ilyen bázis, egy mag szavazói réteg. Az a kérdés, hogy ők mindannyian fognak-e szavazni Magyar Péterre, majd akkor, amikor eljön annak az ideje, június 9-én, mert azért ez egy nagy kérdés, hogy az a tömeg, akiket látunk, mennyire hajlandóak olyan formán is támogatni, hogy majd az X-et behúzzák rá. Ez az egyik része, a másik része, hogy kik lehetnek még azok, akik hát egy ilyen látens tömeg, akik nem voltak ott Debrecenben az utcán, akik nem voltak ott Budapesten az utcán, de Magyar Péter támogatnák. Ezt nem látjuk igazából, hogy mekkora hányadot tehet ki. Ők még mindig a bizonytalan vagy a rejtőzködő kategóriába tartozhatnak. Na hát meglátjuk. Kérdés, hogyha tartalmi kérdések lesznek terítéken esetleg, akkor mennyire lesz elég azt mondani, hogy tulajdonképpen Magyar Péter minden tüntetésen vagy beszédében elmond most már, hogy se Gyurcsány, se Orbán. Tehát tulajdonképpen ez a legfontosabb mondani való. Ezt hogy látjátok, meddig lesz ez elég? Én nagyon találónak találtam, amikor Magyar Péter azt mondta, hogy 5 hét a világ, tehát tulajdonképpen június 9-ig tervez, és a jelen helyzetben a jelenlegi kommunikációjával és a jelenlegi stratégiájával úgy néz ki, hogy tényleg június 9-ig tervez. Én azt gondolom, hogy június 9-ig őt mindenképpen elviszi az a lendület, amiben benne van, és erre a rövid időszakra ez szerintem elég.
Hogy utána ez mire lesz elég, az már egy egészen más kérdés. Egy nagyon különleges pillanatban lépett színre Magyar Péter, és abban a, hát tulajdonképpen szerencsés helyzetben van, nem tudhatjuk, hogy az ő eredeti szándéka mi lett volna, hogyha a kegyelmi botrány nincs, aminek a farvizén bevezett a magyar politikában, nem akarok ilyen csúnya közhelyekkel élni, de ez jutott eszembe. Hát tulajdonképpen erre megadta a választ, amikor itt volt, mert én megkérdeztem ezt tőle, hogy ha nincs ez a botrány, illetve nem kell Varga Juditnak távozni, akkor előállt volna-e ezekkel a dolgokkal, és ő azt választotta, hogy nem. Igen, de hát ugye valójában ugye itt nincs kontrollcsoportunk, hiszen nincsen egy olyan, nem láttunk olyan forgatókönyvet, ahol nincs kegyelmi botrány, és hogy abban a helyzetben mi történik. Mindegy, a lényeg az, hogy egy nagyon különleges helyzetben és egy nagyon jó pillanatban jött elő Magyar Péter, hiszen már nem volt nagyon hosszú idő a választásokig hátra, és az a lendület, amivel ő előjött, az azt gondolom, hogy június 9-ig őt vinni is fogja. Ha ez egy évvel vagy két évvel a választások előtt történik, ez mondjuk a 2026-os előtt két évvel történt, ami majd egy érdekes folytatása lesz ennek a jelenlegi helyzetnek, akkor azt gondolom, hogy egészen más stratégiát kellett volna alkalmaznia. Például lehet, hogy nagyon jól néz ki, lehet, hogy a választók számára vonzó lehet az, ahogy például az európai parlamenti listájára a jelölteket kiválasztották, de hát valójában senki nem tudja, hogy ezek az emberek mennyire lesznek képesek együttműködni, mennyire vannak közös közpolitikai elképzeléseik, mennyire tudnak jól együttműködni, mennyire gondolják egyáltalán ugyanazt, mint Magyar Péter nagyon sok szakpolitikai kérdésben. Tehát én azt gondolom, hogy június 9-ig ez elég, de utána pártot kell építeni, utána ott fog állni Magyar Péter a Tisza párttal, és látnia kell, hogy ez a párt merre fog. Ugye, ha már említetted az EP listát, a polgármester jelölteket hogy látjátok? Itt azért volt egy kis kavarodás az elmúlt napokban. Ugye úgy tűnik, hogy az ellenzék, vagy legalábbis egy része a DKMSZP párbeszéd megtalálta a hangot Magyar Péterrel szemben, az most már egészen egyértelmű. A Fidesz is, majd arról is beszélhetünk. Ugye itt az ellenzék, a DKMSZP azt mondja, hogy Magyar Péter egyedül a Fidesznek használ, és egyedül a Fidesznek segít azzal, hogy ők úgy mondják, hogy ráindítanak jelöltet például már sikeres helyben, sikeres DK-s polgármesterekre a 11. kerületben, a 18. kerületben, úgy volt, hogy a 7. is, de aztán egy nap múlva ezt tulajdonképpen Lajos Béla mögül visszavonták ezt a támogatást, és a 10. és a 17. kerületben is indítanak polgármesteri jelöltet, ezekben a kerületekben viszont fideszes a regnáló polgármester. Szóval ez a sietségnek tudható be, hogy a 7. mégsem lesz jelölt Lajos Béla, a 10. pedig Barna Juditról megírja a Magyar Hang, hogy korábban narcisztikus, hát idiótának nevezte Magyar Pétert. Szóval ezt hogy látjátok? Szerintem megpróbálják kimaxolni a lehetőségeket. Tehát van most ugye egy felhajtó erő, amivel Magyar Péter él. Ez, amiről beszéltünk, hogy van egy űr, amit próbál befocizni, van egy terület, ami üres, és oda bement. És lényegében a polgármester jelöltek állítása az egy lehetőség. Valószínűleg kevés idő van arra, hogy nagyon mélyen átnézzék, hogy kiket indítanak, és hogy ez egy nagyon szisztematikus, jól átgondolt folyamat legyen. Valamennyire megnézték, hogy kiket lehet indítani, de én azt gondolom, hogy úgy indítottak embereket, hogy a legkisebb rossz választás elve alapján választottak valakit, hogy akkor ő most ott induljon, mert van esélye arra, hogy bekerüljön a testületbe, és akkor ez már nyereség, tehát így próbálják kimaxolni a lehetőségeket. Ugye Lajos Béla esete az egy elég érdekes szituáció, ugye ott az volt a hivatkozása Magyar Péternek, hogy végül, vagy hát lehet, hogy nem az ő hivatkozása volt, ezt pontosan nem tudnám idézni, de volt olyan hír ezzel kapcsolatban, hogy azért nem indítják, mert voltak olyan tulajdonságok, amiknek nem felelt meg, mint polgármester jelölt. Én azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy annyira gyorsan és hirtelen akarják most ezt a polgármester jelölt állítást véghez vinni, hogy nincsen idő arra, hogy ez egy kontrollált helyzet legyen, ami egy nagyon fontos pont, a kontrolláltság kérdése. Ugye azt láthatjuk, hogy Magyar Péter amióta színre lépett, közéleti tevékenységet folytat politikusként, azóta minden egyes pontot igyekszik kontrollálni. És ez egy nagyon jellemző tulajdonsága gyakorlatilag az ő politikai tevékenységének, hogy minden fellépése esetében, amikor kiáll a tömeg elé, minden
megszólalása kapcsán igyekszik a személyes kontrollt, az ő személyes beleszólását hangsúlyozni, hogy hogyan alakuljanak a dolgok. Ugye erről láttunk különböző videókat is. Na de mennyire lehet ezen csodálkozni, hiszen most azért még itt egy szeméről van szó szinte leginkább, hát ez tőle indult, nyilván muszáj valamilyen szinten kontrollálni. A kérdés, hogy meddig tudja mindezt kontrollálni. Persze, hát ez teljesen érthető, hát ez egész egy személyes műsorként indult el az ő részéről. Nyilván az, hogy mögé közben folyamatosan épül ki egy szervezet, és valóban sokan csatlakoznak hozzá, azt gondolom, hogy sokan őszinte lelkesedésből csatlakoznak hozzá. Ez nem jelenti azt, hogy azok a struktúrák, amik egy pártszerű, nagy volumenű működéshez kellenek, azok azonnal ott vannak az ő háta mögött. Igen, azt gondolom, hogy el tudom képzelni, legalábbis nem ismerem őt személyesen, és nem tudom, hogy ő valójában hogy intézi az ehhez hasonló eseményeinek a szervezését, intézését, de el tudom képzelni, hogy ő tényleg egy személyben nagyon nagy befolyás gyakorol az események folyására. De még itt a polgármester jelöléseknél még azért annyit mindenképpen hozzátennék, hogy az viszont látszik, és egy kicsit sajnáltam egyébként arra, hogy amikor kijavítottad magad és rendszerváltás helyett ellenzékváltásra korrigáltál, azért az is látszik, hogy ő egyszerre üti az ellenzéket, és egyszerre üti a Fideszt, és nem véletlen az, hogy ő fideszes és ellenzéki polgármester jelöltekkel szemben is állít jelöltet, ugye ennek pont az az üzenete, hogy egyik féllel sem szeretne megállapodásra jutni, egyik félnek sem szeretne kedvezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme még annak, ami alapján ő kiválaszthatta, hogy melyek legyenek azok a kerületek, ahol a Tisza pártnak legyenek jelöltjei. Ha már a tartalmi kérdéseket itt hiányoltam, hogy mikor kerül erre sor, adott egy interjút egy lengyel lapnak, itt egy pár mondatot idéznék, és aztán majd megbeszéljük, mert hogy több érdekes dolgot is mondott. Például azt mondja, Orbán Viktor 2000 embert állított rám, az ügynökeit, de nem olyan ostobák, hogy megöljenek, akkor forradalom tör neki Magyarországon. Ez az egyik idézet, amit ide hoztam nektek. A másik azt is elmondja, hogy ő a 98-as Orbánhoz szeretne visszatérni, beszélt az orosz-ukrán háborúról, és arról is, hogy ő miért nem folytathat orosz ellenes politikát. Azt mondja, ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszíteném minden támogatottságomat. Itt 10 éve folyik az agymosás, és igen, mindig is harcoltunk az oroszok ellen, de ez a propaganda jelentősen megváltoztatta a magyarok hozzáállását, ezt nem lehet 1 vagy 2 év alatt visszacsinálni. Mit gondoltok erről a 2 mondatról? Én ezt a 2 emeltem most ki. Hát, alapvetően ezekből az idézetekből is látszik, hogy itt én azt gondolom, és ez, nem vagyok ilyen pszichológiai jellemző, de egy kicsit azért az üldözési mánia az megjelenik ebben a mondatban is. Tehát Magyar Péter arra építette föl a saját politikai karrierjét, hogy próbált olyan hangnemben megszólalni, vagy lehet, hogy ez természetéből fakadó, de kétségtelen, hogy olyan hangnemben szólal meg, amelyre rezonálnak azok az emberek, azok a választók, akik ugyancsak hasonlóképpen gondolkodnak ezekről a kérdésekről, nevezetesen, hogy itt nem tudom, bárki bárkit elhallgattatna, nem tudom, szélsőséges háttér kavarások történnének, ugye itt propagandáról beszél, illetve hát arról, hogy őt elhallgattatnak ezek. Én azt gondolom, hogy beleillenek abba a gondolatvilágba, hogy itt valami szélsőséges dolog történik Magyarországon. Ez az a retorika, amit egyébként az ellenzék is próbált vinni egy időben, de azért bukott meg vele a DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, és lehetne őket sorolni, mert egész egyszerűen, amit állítanak, az a napnál világosabb, hogy nem igaz. Tehát Magyar Péter ugyanezt próbálja felépíteni, és ezt a színpadot ácsolja, és erre van fogadókészség, de ezt a történetet már láttuk egyszer, Márki-Zay Péter esetében is. És ugyanoda fog kifutni ez a történet is, annyival szerencsésebb a helyzete Magyar Péternek, amiről Zoltán is beszélt, hogy kevesebb idő telik el a választásokig, tehát nem fog leereszteni annyira a lufi, mint ahogy egyébként utána valószínűleg gyorsan le fog ereszteni, mert pártot kell tudni építeni, együttműködni kell emberekkel, és az már egy kemény műfaj, az már tényleg a politika csinálásnak az a része, amiben Magyar Péter nem tudjuk, hogy mennyire jeleskedik, de azt látjuk, hogy most
mindaz, amit csinál, az csak kommunikáció, és ez az interjú is, illetve ezek az erős mondatok is pontosan erről tanúskodnak. Jó, hát mondjuk a közmédiában nem engedték még be, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy meghívták volna interjúra. Igen, hát én azt gondolom, hogy most nem akarok nagyon a szemantikai kérdésekbe belemenni, de hát azért ez nagyon sok azon múlik, hogy mit értünk ügynök alatt, mit értünk elhallgattatás alatt, hogyha az elhallgattatás alatt azt értjük, hogy az ő saját üzenetei, az, amit ő elmond mondjuk a saját rendezvényein, azok mennyire jelennek meg kormánypárti médiumokban, akkor tulajdonképpen áll a dolog. Ha azt nézem, ha ügynöknek tekintem azt, azokat a Fidesznek dolgozó, vagy a Fidesz által pénzelt propagandistákat, akik több százmillió forintot költenek arra, hogy őt lejárassák, akkor tulajdonképpen áll ez a történet. Nyilván, ahogy ő ezt megfogalmazta, az egy elég erős állításnak tűnik, tehát valóban az egy retorikailag egy erős változata annak, ami zajlik. Azért én nem mennék feltétlenül olyan messze, hogy ezt üldözési mániának hívjam, de az biztos, hogy vannak olyan kihívások, amikkel neki szembe kell néznie, és amikkel mondjuk egy kormány oldali előttnek nem kell szembenéznie. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen.